Sziasztok, a mai adásban Szekér Gergővel fogok beszélgetni. Szia, Gergő! Szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy meghívtatok. Ugye igazán nincs mit, majd kiszámlázzuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy te nagyon-nagyon gyorsan robbantál be a köztudatba. Ez nekem is furcsa dolog egyébként, valóban, tehát ez egy közel fél év volt. Tehát most tartunk fél, tehát fél évvel ezelőtt én még egy otthon ücsörögtem, és ugyanazt csináltam egyébként, amit most, tehát hogy énekeltem, meg dalt szereztem, meg színházban játszottam, meg szinkronizáltam, de most ugyanezt csinálom, csak most már mindenki tudja. Köszönöm, most megválaszoltad az összes kérdést, amit fel szerettem volna tenni, hogy mit is csináltál igazából az X-faktor előtt, amikor berobbantál. Ezt én nagyon sokat szinkronizáltam. Ez egyébként az is ilyen ad-hoc módon jött az életembe, mint maga az éneklés, vagy az elődöművészet, hogy azt mondták, hogy egyébként van egy ilyen kellemes gyerek hangszínem, menjek már el és próbáljam ki magam, és akkor itt tulajdonképpen bekerültem. És hát az éneklés is így jött, hogy mindig énekeltem, meg mindig tudtam, hogy vonzódom e felé, de most jött el a pillanat tulajdonképpen, hogy egy kicsit nagyobb színpadra szerettem volna lépni. És tanultad te ezt valahol, vagy ez így magadtól jött? Én egyedül a színészetet tanultam, ezen kívül semmi más. Tehát volt egy nagyon, és van egy nagyon kedves ismerősöm, akitől összhangzattan tanultam, de az is így autodidakta módon, tehát hogy életemben megkaptam az első számítógépet, és akkor mondtam, hogy nem kell végre kottázni, és akkor beültem és elkezdtem írni a zenéimet, és rájöttem, hogy van egy ilyen műfaj, hogy pop. És akkor hány éves voltál? Akkor voltam 14. Hogy történik ez, hogy egy 14 éves gyereknek ilyen ambíciói vannak? Nem tudom, szerintem ez családi dolog, tehát nekem a nagypapám zenész volt, meg anyukám nagyon sokat énekelt, meg játszott, és szerintem minden jöhetett egyébként, de hogy engem mindig érdekelt, meg mindig szerettem zenét hallgatni, és azon gondolkoztam, hogy milyen lehet, amikor én vagyok annak a helyében, akinek a zenét hallgatom. Tehát mivel, hogyha az én zenémet hallgatják egyszer, és hát ez most eljött. És ki mondta először, hogy tehetséges vagy? Nagymamám. Igen, a nagymamám mindig az, hogy... És mindig elfogultak. Hál' Istennek az én nagymamám nem. Ő nem elfogult, ő mindig megmondja, hogy nagyon jó volt, Gergő, de... És akkor sorolja a problémáit, és egyébként igaza van mindig, tehát ő látja kívülről. Most már említetted nagymamádat, én is fel akartam hozni, mert nekem az X-faktorból az maradt meg belőled a leginkább, hogy a nagymamád annyira édes volt, amikor ahogy ott ült, és ahogy drukkolt neked, és hogy ezt hogy éli meg? Ő nagyon jól egyébként, én azt vettem észre, tehát amikor interjút kérnek tőle, vagy újság, vagy egy riport erejéig, akkor tulajdonképpen, mintha a világ életeben ezt tanulta volna, olyan tökéletesen adja, és megkérdeztem múltkor, hogy jó volt? Hát mondom, persze, de hogy nem. Jó, hát ő elfelejtett az egészet, amit közben mondott, mert izgult. És nem látszott. Ő nagyon el van ebben a világban. Persze félt egyébként nagyon sok mindentől. Tehát vannak újságok, akik, vagy amik, vagy voltak ilyen cikkek, ami nem biztos, hogy a legjobb, nem tudom, a legjobb oldalamat tükrözték. És akkor azon egy kicsit kiakad, de szerintem ez normális. Tehát nyilván azoknak az újságíróknak ez a feladatuk, hogy ők hírt csináljanak belőlem, vagy éppen ami jön, nagyinek meg az a dolga, hogy aggódjon. És aggódik is, gondolom. Igen, nagyon édes. És akkor mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan is kerültél be az X-faktorba? Hát ez úgy történt, hogy még az X-faktor előtt kezdtem el dolgozni saját dalokon, ami majd gondoltam, hogy majd akkor ebből lehet, hogy valaha lesz egy album, tehát ki tudja, hogy felkerülök oda. És akkor jött egy ajánlat az egyik ismerősömtől, hogy mi lenne, hogyha az X-faktoron lennék, és mondom, biztos nekem való az a hely, tehát hogy ott az emberek tehetséges, tehát énekelni kell, tehát hogy kijel az ember élő műsorba, tehát hogy persze voltam már színpadon, de az, hogy egyszer csak kezembe nyomnak egy URH mikrofont fülmonitorral, és azt mondják, hogy 3-2-1, és kezdj. Tehát ez egy ilyen, jaj, és hát tudom, hogy a tévé, tehát bár az ember ugye a piros kis pontokat nézi, az a kamera, de hogy amögött bizony valamikor 2,3 millió ember ül. És ez egy kicsit nagy szám. És hogy persze nincs. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy amiket én írok, meg ugye volt ez a madárepi, meg hasonló, tehát most még egyelőre ezt ismerik igazán, szerettem volna mindig adni valamit az embereknek, mert azt vettem észre, hogy a színpadon is ugyanezt teszem, hogy az emberek bejönnek problémákkal a színházba, szeretnék ezt elfelejteni. És én szeretek úgy játszani, hogy szeretek olyan szerepeket vállalni, ami egy picit tovább viszi őket az életükben. Tehát, hogy vagy tanácsot tud adni, és lehet, hogy nyilván nem pont arra van szüksége, de lehet, hogy az alapján, a szituáció alapján meglát valamit, hogy én nem is gondoltam erre a megoldásra. Vagy csak bejön és elfelejti a sárga csekkeket, és már ez egy nagyon jó dolog. Igen, de ugye itt van az a veszély, hogy az emberek azért nagyon sokszor rossz indulatúak.
Ez így van, hát ezt figyelmen kívül kell hagyni. Tehát nem lehet mindenkinek megfelelni erre. Sőt, vannak olyan zenészek, akik aztán tényleg nagyon réteg zenét gyártanak, és nagyon sok, és egyébként őket nagyon-nagyon szeretem, főleg emiatt, hogy ők felfedezték, hogy nem kell mindenkinek megfelelni. És akkor van, aki azt mondja rá, hogy hát ez borzalmas, de nem borzalmas, hanem az egy más stílus, mint amit ő szeret. Csak meg kell vizsgálni. Igen, az a helyzet, hogy az emberek sokszor nem ássák bele magukat rendesen, ezért azt mondják, hogy ez nem jó. Igen, igen. Holott lehet, hogy jó, csak nem az ő stílusa. Szoktál kommenteket olvasgatni? Igen, és mindenki azt mondja, hogy ne, véletlenül se tegyen. Én szoktam, sőt, szeretem is őket egyébként, hál' Istennek valamiért 90%-ban nagyon jókat írnak, a maradék pedig nagyon-nagyon intelligens. Tehát ócsárolás alig van, sőt, nem is találkoztam olyan nagyon-nagyon durvával. Olyannal találkoztam, hogy nekem nem tetszett, de egyébként ez egy jól megkomponált zenemű, csak nem az én stílusom. Igen, és akkor most itt voltunk az X-faktornál, és akkor menjünk egy lépéssel tovább, mert ugye hát nem álltál meg, hanem mentél tovább a dalba. Pontosan. Én egyébként nagyon szeretem ezt az attitűdömet, valaki ettől egy kicsit kíván, hogy Gergő, most tényleg pihenned kéne. Én azt mondom, hogy nem az ember addig csinálja, amíg bírja, meg amíg kedve van hozzá, meg amíg izgul. Tehát, hogy én mindig izgulok színpadra lépés előtt, ez nem úgy van, hogy nem merem megfogni a mikrofont, hanem azt várom, hogy ott legyek. És szerintem addig jó, amíg az emberben van egy ilyen pici feszültség, mert addig van értelme csinálni. És hát nem álltunk meg, mentünk tovább a dalba, méghozzá az X-faktor alatt kerültem kapcsolatba a Mistral Musical Managementtel, akikkel most vagyok, és nagyon-nagyon szeretem ezt, tényleg azért mondom, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, és tulajdonképpen ők voltak az első csapat, akik így ennyire megbíztak bennem, hogy meghallották a dalt, meg kérték, hogy akkor küldjek be egy demót, és úgy voltam el, hogy hát ez aztán a réteg zene, tehát hogy kicsit népzenei, kicsit elektronikus, de mégse, rap is van benne, ami ugye egy ilyen elbeszélős párlándos pármondat. És ezt aztán tényleg, ha három ember fogja szeretni, aki közül az egyik a nagymamám, akkor oké, okay, és azt mondták, hogy ez a dal biztos, hogy döntős lesz. És akkor azt mondtam, hogy hát jó, kezdjük el a közös munkát. Úgyhogy tulajdonképpen így történt a dalnak az elkezdése, és hát aztán kiderült ugye rá, tehát azt hiszem az X-faktorban végeztem december elején, vagy talán még novemberben, és december közepén derült ki, azt hiszem, hogy akkor megyünk a dalba. És gondolom, ez egy teljesen más kihívás. Persze. Azt, hogy az ember fellép coverrel, tehát is a feldolgozással, meg elénekli valakinek a dalát, az oké. Okay. De hogy egyszer csak azt mondják, hogy na, akkor most a te művészeted jön, amit te tudsz. És attól is egy picit az ember visszariadt, hogy na most akkor viszont tényleg meglátnak az emberek úgy, ahogy vagyok, hiszen én saját magamat adtam ki a zenében. De hál' Istennek ennek nagyon jó vonzata volt, tehát nagyon sok mindenki értette meg, hogy nekem miről szól a dal, a saját életükbe próbálják beépíteni azt, amiről szól. Tehát nekik is szól külön valamiről, úgyhogy ezzel elértem a célomat. És neked miről szól ez a dal? Ugyebár ezt olvashatok sok helyre, hogy anyukám, meg hasonló. Persze ez benne van, sőt erre azt tudom mondani igazából, hogy mindebben benne lesz. Nevezhetjük tragédiának, bárminek, tehát mindenben benne lesz, hiszen nekem közöm volt hozzá. Viszont nem csupán erről szól, inkább az elengedésről szól az, hogy az embernek nagyon sok minden van az életében, amit nem tud hátrahagyni, főleg a múltja, és nem ugye a jelenben nem tud létezni, tehát jövőre sem tud gondolni, és akkor szeretne mindig, tehát előre kell lépni, de nem tud előre lépni, hiszen visszarántja a saját múltja. Úgyhogy ezért született a dal. Igen. És te is említetted, hogy ez nem egy hagyományos dal, nem egy olyan dal, ami minden nap szól a rádióban, vagy hát minden nap sok ilyen szól a rádióban, és akkor ez hogy pattant ki a te fejedből? Ez egy vicces történet. Hazamentem, és egy kicsit magam alatt voltam aznap, rengeteg hullámvölgy van az életemben, de szerintem ahhoz, hogy az ember magasra legyen, muszáj, hogy megélje a rosszat. És a lakótársnőm egy néptáncos, pontosan táncos, de hát népi táncol. És elkezdtünk hallgatni egy magyar síratót, és azon gondolkoztam, hogy jaj, de keveset tudok én a saját kultúrámról, meg hogy így azon gondolkoztam, hogy a saját korosztályom milyen keveset tud saját magáról. És akkor mondtam, hogy akkor legyen egy ilyen kis célja ennek a dalnak, hogy akkor írjunk egy dalt, ami az én korosztályomhoz szól, vagyis hát az én korosztályomat ösztönzi, szól mindenkinek, csak az én korosztályomat ösztönzi, hogy kicsit menjenek vissza a gyökereikig, mert szerintem fontos. Tehát nem az a fontos, hogy az embernek hol a határa, tehát maga az országnak hol a határa, hanem az, hogy mi az ő saját kultúrája, honnan jön, mit hoz.
És hogyan látod, sikerül ez, ez a fajta tanítás? Azt látom, hogy igen, egyébként sok mindenki mondja, hogy ő nem hallgatott ilyen, de mivel ugye szándékosan így lett tervezve a körítés, meg maga a hangszerelés, hogy ez a maiaknak nagyon befogadható legyen, tehát emiatt van a picit nyugatias, popos hangszerelés mögötte. Közben ugye a népi jelleg, és azt láttam, hogy igen, azt mondják, hogy ő nem hallgatott korábban ilyen, de lehet, hogy akkor most egy-két másik dalt is meghallgat mástól, ami szerintem egy tök jó dolog. Mi a következő lépés? Mit lehet még tenni igazából? Hát ez egy nehéz dolog egyébként, tehát hogy biztos van tovább, tehát hogy az ember nyilván szeretne díjakat nyerni, meg hasonlók, de hát ez a produktumtól függ, hogy mit rakok le az asztalra. Szóval most tulajdonképpen ez a folyamat van éppen, hogy rakom le az asztalra kis dolgaimat, tehát kezdem az albummal, tehát most van egy ilyen világzenei albumunk, ami azért hívom albumunknak, mert hogy így nagyon együtt érzem magam a csapattal, akik mellettem állnak. Ami nem csak magyar népi jellegű, hanem a környező országoknak a népi dalamait is próbálom bele csempészni, és kicsit kihagyni egyébként a nagyon ismert popos, nyugatias dallamokat, meg a dallamvezetést, hanem inkább a hangszerelést nagyon meg abban, és próbálok így Európa szinten felkutatni kis népdalokat, meg népi dallamíveket, dallamokat. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál. Én biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat fogunk rólad hallani, és remélem, hogy majd még beszélgetünk is valamikor. Köszönöm szépen.